Egy kedves meghívásnak tettünk eleget, amikor ellátogattunk egy osztálytalálkozóra Halmitelepi iskolába. Hát nekem is megható, hogy 35 év után találkozom a első végeredményben, ők voltak az első osztályom, és hogyha megnézzük a tablóképet, akkor gyakorlatilag ugye a lányom útba volt, úgyhogy én szépen jól nevelt pedagógus módjára végigvittem az osztályt, és utána szültem meg a lányomat, úgyhogy őket egy percre se hagytam el. És bizony az a lány, akit akkor hordtam a szívem alatt, most 35 éves, és magam is két unokás nagymama vagyok. Hát el lehet képzelni, hogy 46-os létszámú osztály volt, ez a mai világban egyszerűen elképzelhetetlen. Még vannak 16-os létszámú osztályok is, úgyhogy bizony nehéz volt akkor abban az időben, de az akkori gyerekek sokkal nyugodtabbak, kiegyensúlyozottabbak voltak, mint ahogy az élet is kiegyensúlyozottabb volt. Valahogy a mai világban sokkal feszültebbek az emberek is, több az ideges gyerek, de hát ezt a mai kor hozta magával, úgyhogy nagyon örülök, hogy találkoztunk, nagyon sok gyereket megismertem, volt azért, akit nem ismertem meg, ők is megismertek engemet, hát az embernek beugranak ilyen kis sztorik, például Bangó Józsival kapcsolatban, hogy ő volt az én lovagom, mert ugye azért el lehet képzelni, hogy abban a kis első szűk épületben milyen szűk folyosók voltak, és amikor a lányomat vártam, minden szünetben gálánsan ott sétált előttem, és figyelte, hogy nehogy véletlenül egy gyerek nekem szaladjon. Úgyhogy valahogy több szív volt akkor még a gyerekekben. Vagy egy másik fiúval kapcsolatban, hogy ilyen szakköri sétán voltunk, és látta, hogy tántorgott előttünk egy részeg. Erre ő udvariasan, egy cseppet se féljen tanárnéni, oda ment a részekhez, belekarolt, elvitte, elkísérte az egyik mellékutcába, és mondta, hogy most már mehetünk nyugodtan tovább, tanárnéni. Hát szóval ilyen históriák ugranak be, úgyhogy nagyon kedves társaság volt. Hát sajnos többen meghaltak már, úgyhogy ez is a mai rohanó életnek a következménye, meg van, akit leszázalékoltak, de hát azért a többség azért optimista, vidám, mutogatják a unokák képeit, úgyhogy kölcsönösen örvendezünk egymásnak, és nosztalgiázunk a rég elmúlt időkön. Tehát szavak rendkívül nehéz erről beszélni, szinte ki sem lehet fejezni azt, hogy most milyen érzések töltik el az embert, amikor 35 éve elteltével találkozunk azokkal a osztálytársakkal, barátokkal, szinte mondhatom úgy, hogy testvérekkel, akikkel úgy az életünknek az első 8 évet szinte együtt töltöttük. És azt hiszem, hogy minden egyes itt megjelent társunk gyakorlatilag ugyanígy érez és gondolkodik erről a dologról. Hát egyszerűen egy ilyen szívszorító, sőt, hogyha egy kicsikét úgy romantikusabb volna az ember, akkor egy kicsikét olyan könyvfakasztó érzés. Talán így lehetne ezt röviden elmondani, ezt a dolgot. Gáncs Pityu vagyok, a 8. C-osztály végzős tanulója. Igaz, hogy ez 35 évvel ezelőtt volt, és gondoltam egy nagyot, hogy ezekkel az osztálytársakkal találkoznánk. Hát a szervezésről csak annyit, hogy ez volt az első és az utolsó, de akik itt vannak, nagyon jól érzik magukat. Az osztály létszáma 46 fő volt, hát sajnos öttükről már csak múlt időben tudok beszélni. Nagyon fiatalon haltak meg. We'll be right back.